Kedves barátaim, ebben a videóban a Beatles együttes Mono CD-ét szeretném bemutatni nektek, azokat a CD-ket, amelyek a birtokomban vannak. Természetesen ismerjük a sztereó lehetőségeket, alapvetően a vinil hanglemezeket, tehát az LP-ket és az egyebeket, melyek sokkal jobbak a CD-knél, de sok gyűjtő birtokában azért felbukkannak CD-k is a mai napig. És most lássuk a CD-ket, melyek a gyűjteményemben szerepelnek. Sok-sok hanglemez mellett természetesen, mert alapvetően a legjobbak a hanglemezek. I've just seen a face I can't. A sort az Antológia DVD nyitja, mert ennek az összeállításnak, ennek a nagyon nagyszabású és nagyon jó filmes anyagnak a magyar változata, melyet a televízió leadott, az monóban került sugárzásra. Íme itt van, erről beszélünk. Persze ugye, persze kiegészítő anyagokkal együtt. Időrendben haladva, így egészen a legelején ezt követi ez a The Days in Their Life, tehát az ő életük összefoglalása, ami egy nagyon jól sikerült rádiósorozat volt, szinte mind monóban hallható. Nagyon jól sikerült sorozat, nagyon jó minőségű zenékkel és ritkaságokkal. Tehát ez egy 21 részes sorozat, ha nem több, majd utána nézünk. Természetesen a mono anyagoknál tartva a mono box az nem maradhat ki a sorból. Ugye? Most ugyanaz megjelent ugye vinilben is, de ez itt a CD változata a vinil lemezeknek. Ez a teljes mono életműve itt a Beatlesnek, japán kiadásban természetesen. Ez másolt CD, ugyancsak, ami felbukkan ilyenkor. Ez megvan lemezen is, azért nem kell variálni vele sokat, ez a legkorábbi anyag, a Star Club felvétele. Mindenki ismeri szerintem. Ezt követi egy nagyon érdekes kiadvány, ami a Star Club Singles Collection. Nekem nagyon tetszik. Kis lemezeket csináltak a Star Clubos korabeli anyagokból, és nagyon jó a minősége, feltűnően. A kezdeti idők nem is nagyon lehet, hogy mással kezdődjenek, mint a Decca felvételekkel. Ennek történetét mindenki ismeri, hát ez egy agyrém, hogy a Decca nem foglalkozott a Beatles-szel. És ez a CD a Dr. Ebetszes kiadása ennek a gyűjteménynek, nagyon jó összeállítás. Az első Beatles lemeznek a német kiadása. Tehát elérkeztünk a sorlemezekhez. Az első amerikai, amint azt láthatjuk, ennek a szériának Mirror Spock, a Beatles első angliai UK nyomású lemezének a digitális változata. A Meet the Beatles következett ezután, tehát a
Second Album Beatles-től. Nekem így benne vannak a mono felvételeket kiegészítő információk, tehát hogy minden különböznek a monók a sztereóktól. Ugye a Second Album és a mono változata a második Beatles lemeznek, tehát a With the Beatles-nek. Ez például egy nagyon érdekes orosz kiadású CD, és nagyon jól szól. Ez a mono második Beatles lemez Amerikában természetesen. Következik a Hard Day's Night mono változata. A Hard Day's Night Studio Sessions dupla, vagyis hogy inkább négy CD-s kiadása. Érdekesebbnél érdekesebb és jobbnál jobb anyagok, akkor a rendes amerikai Egy nehéz nap éjszakája. Ezután következett időrendben a Something New amerikai lemez, akkor a Japan Original Mono Recordings, ez Dr. Ebecces és a Hard Day's Night-ot tartalmazza, illetve a For Sale-t. Ismét egy Hard Day's Night és For Sale monóban, és az Early Beatles amerikai. Ezt követte időrendben a monó változata a Beatles 65-nek. Ez is egy Odeonos kiadás. A Beatles 6. A mono igazi érdekességek és csemegék között van a Hottest Hits, az a dán és az olasz In Italy. Ez ezzel a borítóval is ismert. Korban most már a Help anyagainál járunk, ebből is a mono. Ez is ugyanaz az orosz lehetőség, ami meglepően és érdekesen jól szól. Kapitolos, és ez tartalmazza a film zene anyagokat is, ugyanúgy, ahogyan az a Hard Day's Night-nál volt. Egy valódi ritkaság és csemege, ez is monóban, a bónusz CD-je a Help-nek, az Unforgettable. Nagyon érdekesek rajta azok a felvételek, ahol mondjuk csak az ének és egyéb hangszeres részek hallgathatók meg a zenei anyagból. Például a Night Before. Lássuk a következőt. Ebben a korszakban jelent meg a Hollywood Bowl, ami itt jelen esetben ez a Purple Chick kiadása. És következnek a Rubber Soul-os és az ahhoz kapcsolódó anyagok. Még mindig ugye a monónál tartunk. Zseniális ezek a... Innentől már nagyon izgalmas, mert én sokkal jobban szeretem a Beatles korszakának ezt a részét, úgy 65-től a feloszlásig, tehát mindvégig. Na, ezek már nagyon jók.
Ez itt egy amerikai Mono Dr. Ebecces és Mobile Fidelity Sound Labos CD a Rubber Soul-ról. És következik még mindig a Rubber Soul, de már a Revolverrel, és ez már Mirrors pakkas. Hát igen, erről sokat kellene beszélni, hogy milyenek a Dr. Ebec és a Mirrors pak és a többi. Hát félig meddig ilyen kalóz, de rendkívül jó minőségű. Az eredetivel minden tekintetben vetekedő, sőt azt gyakran túlszárnyaló minőségű kiadványok. Igen, még a Revolverrel egy időben a Yesterday and Today hírhet borítójával. Ez egy japán különleges összkiadása ennek az anyagnak. Rajta van egyébként az USA Mono és a japánok által összeállított anyag is, a Yesterday and Today-ből. Igen, akkor jön rendesen a Revolver Monóban, de ezen a CD-n rajta van a sztereó is, mint ahogy ez gyakran előfordul. Ez a saját kollekcióm egyébként, miképpen ez a Revolver is. Ez is több remastert tartalmaz. Így néz ki belülről. Illetve hát így. Mint látjuk, ebben is van Mobile Fidelity Sound Labos rész. Ami nem más, mint az Original Master Recording egyébként. Illetve hát a Red Wax Mono, ami Japánban jelent meg. Ez pedig az Obsolete a Revolver korszakában, Evolver címben jelent meg. Nagyon jó anyag, ez is zömében mono trackeket tartalmaz, rendkívül jó minőségben, és teljesen más mindegyik, mint az általánosan ismert. Szintén a Revolvernek egy összegzése. Revolving címmel. Dupla CD. Nagyon jó zenei anyagokkal. Itt, amiket áthúztam, azok nyomdahibásan, tényleg rosszul lettek feltüntetve a borítón. A 66-os válogatás monóban nagyon-nagyon meglepően jól szól egyébként. Ez is Dr. Ebecces kiadvány. Elérkeztünk a borsörmesterhez. Ennek is a mono változata. A Red Waxos, illetve Mirrors pakkos kiadás. Ugye hát még mindig monóban. Itt van ez a tök jó sorozat. Ma már teljesen köztudott, és mindenki ismeri, hogy bizony a mono Beatles lemezek teljesen másképp szólnak, mint a sztereók. Ezért érdemes őket begyűjteni, és élvezettel lehet hallgatni. Itt van például ennek a lemeznek ez a szövege. Ezt ha akarjátok, majd kimerevítitek a képet, és elolvassátok. Ez itt minden fontos dolgot tartalmaz ezzel kapcsolatban. Hogy mitől is a mono, és miért talán jó ez a mono egyáltalán. Itt van egy általam kevert mono változata a Sgt. Pepper's-nek. Ez is az általam kevert anyag része. No, nézzük a következőket. Következnek a UK EP Collection-ök, abból is ez az első. Ennek nagy része mono, illetve nem, ez az egész mono, mint itt láthatjuk.
azért tartoznak ide időrendben, mert ekkor ért véget 68-ra, tehát a fehér album időszakára már nem jelent meg többet EP-jük. Hát ezen természetesen rajta van a mágikus, misztikus utazás. Hát időrendben ide tartozik a mágikus, misztikus utazás is. Annak is ugyebár a Mono kiadása. Ez 2014-ben jelent meg. És ezennel elérkeztünk a fehér albumhoz. Itt van a fehér albumnak egy a Mono boxba tartozó kiadása, illetve annak részét képezi. Látjuk ezt a szépiás, nagyon érdekes és nagyon jó minőségű borítót hozzá. Szerintem gyönyörű. Igen, akár elolvasni biztos nem könnyű, de azért megpróbálom bemutatni. Ez az alternatív Mono része természetesen. Fehér albumnak volt teljesen tökéletes Mono kiadása. Úgy szokták mondani, a True Mono. Ez is Odeonos, mint azt már többször hallottuk és láttuk. Majd az Original Master Recordingnak egy nagyon jól sikerült dupla CD-s kiadása, a természetesen a Mono fehér albumról. És szerintem ez is Dr. Ebecs-es. Nagyon jól szól, és ez összes kiegészítéseket tartalmazza. A japánoknak volt egy teljes Mono kiadásuk még a hivatalos 2009-es Mono Box előtt jóval, de nagyon jó minőségű volt. Ez a Beatles Original Mono Recordings. Na ebből ez a legjobb válogatás, melyen minden megtalálható hiánytalanul, amire az embernek szüksége van ezek közül a Mono felvételek közül. Ez volt az a japán sorozat, a Yellow Submarine-nel. Ez a Millennium Remasters Collection, Audiophil, Archive Rekordok kiadása. Így nézett ki a hátulja. Ez nagyon jó. A Yellow Submarine Soundtrack album, ami 1999-ben, mikor megjelent, hát óriási feltűnést keltett a rendkívüli jó hangminőségével. Ez is megvan vinilen természetesen, de ez annak a Mono változata, a Mono kiadása, ami egyszerűen hát elképesztő. Ez a Mono Soundtrack. Ezt követte egy Mirror Spock-os Abbey Road kiadás, Monóban természetesen, amiről hát úgymond mindenki tudja, hogy már nem jelent meg True Monóban, de a Mirror Spock-osok megcsinálták, szerintem még a Dr. Ebecs-ék is, de mindegy, nagyon jó egyébként. Ez a Dr. Ebecs-es, itt együtt van a Let It Be-vel, mert ennek a két lemeznek, tehát az Abbey Road-nak és a Let It Be-nek már nem jelent meg rendes, hivatalos, normális, eredeti Mono kiadása, de ezek is itt vannak most ezúttal. Sokat lehet erről hallani, olvasni, meg tudni. Hát szerintem mindenképpen érdemleges, és a gyűjtemény nem lehet teljes ezek nélkül. Ezt követően, bár úgy időben sokkal régebben jelent meg, a Let It Be Naked, és annak is a Mono változata, ami, hát úgy fogalmazok, egyáltalán nem ismert, nem létezik, pontosabban létezik, mert itt tartom a kezemben. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes anyag.
rajta van a sztereó is, a monóval együtt. Tehát Let It Be-nél tartunk. Ez az alternatív monó keverések, melyek hát valóban elkészültek, de sosem jelentek meg. Illetve hát itt vannak. Tehát ez vonatkozik az Abbey Road-ra ugyanúgy, mint a Let It Be-re is. Hogy igenis létezik neki true mono változata, de az egyáltalában nem közkeletű, nem elterjedt. Hát egészen a mostani utóbbi napokig. Egy nagyon jó, nagyon érdekes összeállítás, jobbnál jobb és érdekesebbnél érdekesebb mono felvételekkel, az All You Need Is This. Akkor még ezeket követte a Rarities, ami számos jó mono felvétel tartalmaz, tehát eredetiben is mono felvételeket tartalmazott, már hogy lemez formátumban. Ez egyébként eredetileg a Blue Box kiadás részeként jelent meg, vinil lemezen természetesen. Ez is Dr. Ebecces. A Blue Box volt egyébként az, amit Párizsban megvettem elsőnek a gyűjteményembe. Hát ez külön adást érdemelne, egy külön mise. The Beatles Mono Mixes in Stereo, azaz a Beatles Mono keverései sztereóban. Ez a kor csodája. Ez egy hihetetlen dolog, ez az első két lemez egyébként, azt tartalmazza. Mirror Spockos kiadvány. Nem lehet kellőképpen méltatni a Beatles Mono Mixes in Stereo-t, mert valóban a mono lemezek anyaga szól, teljesen hitelesen eredetiben a mono keveréseket halljuk, de sztereóban, lenyűgöző minőségben, fantasztikus kiadvány, a 21. század technikai csodája. Igen, és mint említettem, itt ilyen szövegkönyvek vannak benne végig, hogy mi a különbség a mono, illetve a sztereó keverések között. Ez az első, második, ez a harmadik, negyedik, tehát a Hard Day's Night és a For Sale, Mirror Spockban. Ezt követte a Help és a Rubber Soul. Továbbra is azzal a szövegkönyvvel, amiről beszélek, hogy fel van tüntetve aprólékosan, percről percre, részletes elemzéssel a füzetekben, hogy mik a különbségek. A Revolver és a 66-os válogatás Beatles nagyon jó monóban, illetve hát nagyon érdekes, hogy a monó lemezkiadások sztereóban hallhatók. Itt van a Sgt. Pepper's és a Mágikus misztikus utazás, és a Fehér album duplája, megint csak ugyanabban a The Beatles Mono Mixes in Stereo-ban. Tehát a mono eredeti Fehér album sztereóban. Ugyanez a The Beatles Mono Mixes in Stereo a Mirror Spocktól, de most már a Past Masters Volume 1 and 2. És még két nagyobb csemege, 4 CD-s összeállítás, az Obsolégi. Így néz ki ez a 4 CD-s anyag. Lenyűgöző. Annyira
más, és annyira tökéletes. Itt is majd, aki akarja, kimerevíti a képernyőt, és ha el tudja olvasni, akkor elolvassa, vagy akarja, és akkor elolvassa. Minden le van írva vele kapcsolatban. Ennek az Obsolete Obsolete sorozatnak itt vannak a darabjai. Azért mutatom meg, mert ez rendkívül ritka. Nagyon kevesek által ismert, és ezzel ér véget a Beatles Mono lemezeinek gyűjteménye. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek a legjobbakat kívánom!